Köszöntöm nézőinket! A következő percekben egy picike kis ízelítőt kaphatnak a pilatesből. Térdelő támaszból fogunk indulni. Figyelünk arra, hogy egy doboz helyzetben legyünk, vagyis a térdünk a csípőnk alatt van, a tenyerünk pedig a vállunk alatt. A hátunk egyenes, a köldököt pedig húzzuk a gerinc felé. A nyakunk hosszú és a gerinc folytatása. Megemeljük a jobb lábat hátra magunk mögé, elnyújtjuk messzire és bezárjuk. Testsúlyát helyezés nélkül emeljük a másik lábat és vissza. Így megyünk tovább. Egy mozdulat, egy légzés. Figyelünk arra, hogy tartjuk közben a derekunkat. Magunk mögé messzire nyújtjuk a lábat, azaz marad párhuzamosan a csípőnk. És végig toljuk el magunkat a matracból. Fejtetővel pedig nyújtózunk a szemközti falhoz. És még lélegzünk is. Még egyet-egyet csinálunk így. És a következő mozdulattal már hozzátehetjük az ellentétes karunkat is. Megemeljük, és vissza. Jön a másik oldal. Mindig ugyanoda zárjuk, ahonnan elvettük. Nyakunkat nem feszítjük vissza, a központot pedig folyamatosan tartjuk, és folyamatosan lélegzünk. És még. Még egyet-egyet. És egy pillanatra pihenjünk majd meg a kagylónyújtásban. Jövünk vissza térdelő támaszba, megint visszatesszük a tenyereket a vállunk alá. Jobb láb és a bal kar jöhet föl, és hajlítjuk a hátunkat, húzzuk a homlokunkat a térdünkhez, és nyújtózunk. És ugyanezzel jövünk tovább. Gömbölyű a hát, és egyenes. Lélegzünk folyamatosan. Még négyet csinálunk ugyanígy. Ha nehéz megtartani az egyensúlyunkat, akkor még jobban közelítjük a köldökünket a gerinc felé. Bezárjuk, és jöhet a másik oldal. És hajlítjuk. Gömbölyű a hát, és egyenes. Gömbölyű. Utolsó három jön. Nyakunk folyamatosan a gerinc folytatása. Utolsó jön belőle, és megpihenhetünk a kagylónyújtásban. Köszönöm a figyelmüket, remélem, hogy jól esett a torna, tartsanak velünk legközelebb is.